Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket. A csobánolás, a bukominai székelyek betlehemes játéka, a szellemi kulturális örökség jegyzéken a 19. elem. Szerencsések vagyunk Tolna megyében, hiszen a völgység szívében kismányokon épült az a székelyház, ami nem csak felépítésében egyezik a székely hagyományokkal, hanem tartalmában is, az ott rendezett programjaiban is. Karácsony után saját szemünkkel élhettük végig szellemi kulturális örökségünket, a csobánolást kismányokon. Kismányokon az idén elkészült székelyházhoz érkeznek énekelve a csobánok karácsony után. Szállásról kérdezkedik minden embert ural. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Lesznek szüvesek a székely betlehemeseket befogadni? Befogadjuk! A csobánolás a Krisztus születését megjelenítő dramatikus szokások egyike a bukovinai székelyeknek a csobánokról, vagyis hegyi pásztorokról elnevezett betlehemes játéka. A csobánolást a Bukovinában eltöltött másfél évszázad, azután a rövid bácskai tartózkodás alatt végül 1945 után Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Pest megye településein is megtartotta a közösség. Dicsértessék Krisztus az magosságekben! Ki kegyelmeteket kapta egészséggel, tartson és marasszon vég nélkül örömben. Mi nem azért jöttünk, hogy itt históriázzunk, vagy valamit réfás játékot indítsunk, hanem egy fertányit mulatni akarunk. Midőn a Krisztusról egy példát mutassunk, hogy mire született, jászolba tétetett, három pásztoroktól ajándék vitete, melyen Krisztus anyja igen örvendezett. Szent Józsefnek itten szállás nem adatik, sehol a városba be nem fogadtatik, hanem a királytól most elébb küldetik. Egészsége gazdag, nyisd meg az ajtódon, ereszbé megszűkül, te jó akaródon. E világ urának éltető dajkáját, mert az utazásba igen megfáradó. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének hagyományőrző csoportja az idén alakult, ők adják elő a betlehemes játékot. Maga a csobányolást, hála jó Istennek, most Kassán voltunk például, ahol be tudtuk mutatni, ott egy nemzetközi betlehemes találkozó keretén belül, illetve Jánokon, ugye Kassától egy pár kilométerre, valamint most voltunk Gencsapátiba, ahol ugyanúgy hasonlóan nagy örömünkre be tudtuk mutatni, az is egy nemzetközi, hiszen Erdélyből is voltak csoportok, meg különböző helyekre, úgyhogy öröm volt, hogy be tudtuk mutatni. Egy szózatot hallék mostan az ajtóban. Mi legyen az oka, bizonyan nem tudom. Jelen vagy a szolgám? Jelen vagyok, uram, parancsolatára! Parancsolom, szolgám, lásd meg sietséggel, kizörget ajtónkon, így nagy bátor szívvel. Ugye a bukovinai székelyek azok vallásos emberek voltak, és tulajdonképpen bemutatják azt egyszerű emberként, hogy ünnepelték, hogy tisztelték meg a kis Jézust, és hogy fogadták be a pásztorok maguknak a lelkükbe. Hát ez egy nagyon régi időkre visszanyúló történet végül is, amit a bukovinai székelyek, ugye egész Erdélyben, tulajdonképpen Székelyföldön is különböző módon történt ez a fajta tisztelet, de a bukovinai székelyeknél különösen megmaradt arhaikusan. Ó, mit látnék, mit hallék, nem tudom, ördöge vagy angyal, kinéke megjelenék. Azt csak nem hihetem, hogy a kis Jézuska született volna. Inkább leteszem a fejem a buszékra, s alszok, míg a hajnal csillag feltetszik az égre. De te pásztorod, dalszol a városba, mert ott feszít Jézus, azt én a
szénába. Pászorok, maga a csobányolást mindig karácsony után, karácsony és vízkereszt között szokták, tehát ez azt jelentette, hogy ugye akkor járták a falut, és ez egyértelmű, tehát akkor fehér nép ugye ott körülötte nem nagyon volt, tehát ugye hiszen úgy történt az egész, hogy elindultak alszeg, felszeg, és hát egy hétig járták ugye, és hol csűrökbe, ahova befogadták őket, és így inkább, tehát az angyal is, a Jézuska is, illetve a Szűz Mária is fiú jelenítette meg. Úgyhogy sajnos a fehér népek ugyan a háznál, ugye, akik voltak az énekekben, besegítettek, de amúgy a maga a pásztorjátékot, hiszen csobányolás, ugye mai napon is úgy nevezik a pásztorokat kint Erdélyben, ugye a csobánok, na most tulajdonképpen pásztorjáték, hogyha lefordítjuk. Ó, én édes kicsi Jézuskám, hát én néked mivel tudjak kedveskedni? Én néked báránykát, bogláros szíjúcskát, elféléket nem adhatok, hanem egy szép kerek kis sajtocskát, ne csak be szépet adok. Érlek vagy jó nevén, amelyet adhatok. Adjál teljes pajtás. Ó, én édes kicsi Jézuskám, hát én mivel tudjak neked kedveskedni. Én neked sajtot, ordát, bogláros szíjúcskát, efféléket nem adhatok, mert még apámnak se volt, hanem egy szép fekete báránkát, ezt csak beszépet adok. Hallod, kedves jópajtásom! Kedves furujásom! Mivel az új király, most az egyszer, végörömmel, ennek a született kicsi Jézuskának, ennek. A kedvéért járjunk egy szép táncot. Járjunk, ujjad te muzsikás, mert ez big muzsika, megér három portúra, kicski bocskorának tapad, föltől ne sajnáljon. Mára a csobánolás a népcsoport összetartozásának szimbólumává vált. A betlehemes játék vallásos jellege, adományi gyűjtő és szórakoztató szerepe mellett korunkban főként a bukovinai székelységhez való tartozás kifejezése, a hagyományok éltetése a célja. Andreas Mázius felvilágosult humanista pap volt a maga korában. Magyarországon kevéssé ismert a neve. A Vosinski-Mor megyei múzeum azonban őriz egy példányt Mázius 1574-ben megjelent könyvéből. Ezt a különleges kötetet mutatjuk most be önöknek. Különleges pillanatoknak lehetünk tanúi. Andreas Mázius 1574-ben nyomtatott könyvét nem minden nap és nem akárki emelheti ki a vitrínből. Hogy bemutassuk önöknek ezt a történeti szempontból is jelentős művet, most fellapozzuk a kötetet, amiből a 16. század szele fúj felénk, és amit még az 1800-as évek végén maga gróf Aponyi Sándor és Ótos Miklós szavait idézve a tudós pap Vosinski Mór is forgatott. Az ember szinte beleszédül a gondolatba. Az idei év első hónap műtárgyát azt a könyvtári gyűjteményből választottuk, annak is a régi könyvek gyűjteményéből, és egy olyan apropóból, hogy egy olyan személy tiszteletére próbáltunk válogatni, aki szorosan kötődik a múzeumunkhoz. Gróf Aponyi Sándorról van szó, aki 175 éves született januárban pont. Ezért az ő tárgyai emlékei közül válogattunk, az ő gyűjteményéből került át jelen kötetünk a mi gyűjteményünkbe egy ajándékozás útján. Ez abban az időben is elég jelentősnek számított, illetve ma, hogyha végignézzük a könyvet, akkor sok olyan könyvészeti jelzés is van benne, amely erre utal.
A kötet belső oldalán mindjárt egy beszédes bejegyzés. Különböző könyvészeti bejegyzések vannak, amik számunkra fontossá teszik a kötetet. Mindjárt a legelső itt oldalt, ez a legrégebbi leltározási jelzet a könyvben, ez valószínűleg Wosinski korabeli lehet. A betűk formájából, ugye a motívumból is tudjuk ezt, hogy abban az időben ezt használták. Az első oldalon találunk egy exlibriszt, ami ugye jelzi a könyvnek az akkori tulajdonosát. Ez egy francia bejegyzés, francia nyelvű személy lehetett, ebből is gondoljuk, hogy ez Aponyi még Franciaországban vásárolhatta ezt a kötetet. Egy kicsit tovább megyünk, akkor a számunkra az egyik legfontosabb kézzel írott bejegyzésű gróf Aponyi Sándor ajándéka, tehát ezt Aponyi a saját könyvtárából ajándékozta Wosinskinek és a múzeumnak a megalapításakor. Aztán találhatunk benne egy ceruzás kézi bejegyzést, 1895. január 23-ai bejegyzés ez, valószínűleg ez a bejegyzés is Aponyi korabeli betűk formájából, a bejegyzésekből. A címlap is érdekes számunkra, hiszen találunk több posztesztori bejegyzést is, ugye tulajdonosi bejegyzéseket, megjegyzéseket, számokat, Tolna Vármegyei Múzeum pecsétjét 1896-ból, és amit középen nagyon szépen illusztrált, ez pedig egy nyomdász jelvény, Christoph Plantin, egy híres antwerpeni nyomdász nyomdájából került ki a kötet, ezt mutatja ugye a motívum is, ez abban az időben jellemző volt, hogy az alkotó kéz a felhőkön átnyúlva egy körzővel ugye megalkotja a mi világunkat. És benne van a szalagon, pedig a nyomdásznak a jelmondata, labor et constantia, ez ugye a munka és álhatatosság volt, ez volt Plantininek a jelmondata. A szerző András Mázius 1573-ban halt meg, a kötete viszont csak halála után 1574-ben jelenhetett meg az antwerpeni nyomdász jóvoltából. A könyvet Aponyi Sándor feltehetően még Franciaországban vásárolta meg. Gróf Aponyi Sándor 1844-ben Párizsban született, és 1925-ben a Tolna megyei lengyel községben halt meg. Ez számunkra is jelentős, hiszen itt Lengyelben ismerkedett meg az akkori fiatal plébánossal, Wosinski Morral. Az ő közbenjárásával és segítségével ásatásokat végzett ugye Aponyi birtokán, és kettejük gyűjteményének felajánlásából született meg 1895-ben Tolna Vármegye Múzeuma. Illetve számunkra még az is érdekes, hogy az ásatások mellett a lengyeli birtokon egy elég jelentős könyvtára is volt Aponyinak, hiszen ő neves diplomata, műgyűjtő és lelkes könyvgyűjtő is volt. A jelen pillanatban itt lévő Hónap műtárgy és az ő gyűjteményéből származik. Elég jelentős és ritka kötetek is voltak az ő könyvtárában, és mint mondtam, hogy Párizsban született, sokáig ott is élt, csak később édesapja halál után költözött vissza Lengyelre. Ezért Párizsból, Londonból és Európa több városából is gyűjtött be köteteket. Ez a könyv is jelzi az exlibrisben, hogy ez is valószínűleg Franciaországból származott. Nem csak gyűjtötte ezeket a köteteket, hanem le is írta, bibliográfiai leírásokat készített a könyvekről, és katalógust is, ez is elég jelentős. Illetve lelkesen gyűjtötte a magyar vonatkozású külföldi könyveket, ugye ez alapozta meg a Hungarika gyűjteményét is. Gróf Aponyi Sándor gyermektelen lévén 1924-ben végrendeletében könyvtárát és a Hungarika gyűjteményt is az Országos Széchenyi Könyvtárnak adományozta. Amit itt látunk most, ez a könyv, ez a régi könyvek gyűjteményéből származik, és egy 1574-es kiadású kötet, ami szintén elég ritka, hogy ilyen jó állapotban megmaradt, hiszen csak bizonyos részei vannak restaurálva ennek a kötetnek is most itt. András Mázius egy Belgium területén született írótollából származik ez a kötet. Ő egy 16. században élt, katolikus pap volt, szintén humanista, szírtudományoknak különös művelője, és ez a kötet, ez az írás az egyik leghíresebb és a legjelentősebb munkája volt. Ő még bibliafordításokkal is foglalkozott, ami szintén ebben a kötetben is megtalálható ugye az előszóban. Azért is érdekes még ez a kötet, hiszen több nyelven íródott, ez is ugye ritka, hogy héber és görög nyelven írja le a történetet, ehhez fűződnek a latin nyelvű magyarázatok.
maga a főhős vagy a történet az az ószövetségi Józsué vezér személye köré fűződik, aki ugye Mózes utódjaként a népét átvezette a Jordánon és meghódította Kánaánt. Az ő személyéről is ír, illetve magyarázatokkal, biblia fordításokkal, biblia értelmezési gondolatokkal is alátámasztja a kötetet. Maga a kötet csak az író halála után jelenhetett meg, és elég nagy vitát is gerjesztett, hiszen elég szabad magyarázatokat is találunk ebben a műben. Vitákat ma már talán nem gerjeszt a kötet, csodálatot és valamiféle szerény rajongást és büszkeséget azonban ébreszt az emberben, hiszen a könyv nem csak megírt történetét meséli el, hanem beszél nekünk Tolna megye nagyjairól, azokról a tudós és elkötelezett humanistákról, akik a tudományok, a művészetek és a világ rendjének egyfajta magasabb, szellemi valóságát próbálták megteremteni, felhasználva önmagukat, tudásukat, idejüket, hatalmukat és pénzüket. Hát nem ezt jelenti igaz magyarnak lenni? A Szekszárdi Evangélikus Egyházközség fennállásának 110. évfordulóját ünnepelte a közelmúltban. A gyülekezet történetéről, a 90 éve épült templom építéséről és a jelen kihívásairól is beszélgettünk Sevcsik Zoltánnal, a gyülekezet élén 17 éve működő lelkésszel. 1928. decemberében avatta föl Kopi Béla a Szekszárdi Evangélikus templomot. Mielőtt a templom megújult volna, 20 esztendővel azelőtt már volt Szekszárdon gyülekezet. Mindez jó példázza, hogy az egyház nem egyenlő egy épülettel. 1908-ban, tehát 110 évvel ezelőtt alapult, ugyanígy decemberben, és 20 éven át, hogy a régi keresztények egy külön helyen, akkor a Garai Gimnázium dísztermébe gyűltek össze. A sok gyűjtést elvitt a világháborúnak az esemény sora. Aztán újra kellett szervezniük az egész gyűjtést, építési anyagokba fektették be mindazt, amit sikerült összehordaniuk. Volt úgy, hogy asszonyok nyakláncaikat, ékszereiket adták össze, a kétkezi munkával segítették, és így sikerült aztán, hát ilyen többször nekifutással 1928-ban az építkezés. Nagyon izgalmas, hogy ökumenikus volt az építkezés, amennyire én remélem jól emlékszem, hogy tanultam az itteni nagy öregektől, református atyafiak hozták talán szekérszámra a földet, mert fel kellett tölteni több métert, meg kellett emelni ezt a területet. Így van, egy régi kikötő, még talán török időkben. Aztán a templom díszítésében katolikus mesteremberek vettek részt az egyes berendezési szakrális egységeknek az építésénél, úgyhogy egy nagyon érdekes ökumenikus összefogással hosszas előkészület után épült meg 28-ban. A gyülekezetben Németh Gyula és Németh István teljesített közel 40 esztendeig szolgálatot. Sevcsik Zoltán 17 esztendeje lelkésze az evangélikusoknak. A nem lelkészi vezetők sorában olyan nagyszerű emberek voltak, mint Levente István, mint Lugosi Béla, dr. Múth Lajos, most Németh Judit a világi vezetője a gyülekezetnek. Ami mindig jellemezte a mi kis közösségünket, és ami nekem ilyen szívem öröme, hogy bár nem nagy létszámú közösség, de egy nagyon aktív, több kis önállóan működő munkacsoport létezett mindig is, és hála Istennek a mai napig is így létezik. Nincsenek ilyen begyepesedett szokások, amit tisztkörömmel hozzáragaszkodom, mindenáron tartani akarnak, tehát egy nagyon az újításra, változtatásra mindig nyitott gyülekezet, ami számomra nagyon fontos. A templom szerepe átalakulóban van. Több ma már, mint egy szakrális tér, sokkal inkább egyfajta közösségi szintér. Tulajdonképpen közösségi térre avanzsál, de olyan értelemben is, hogy most sem istentiszteleti helyként fog funkcionálni, tulajdonképpen vendégeket hívó, ünneplő helyként, de talán egész másfajta funkció, mondjuk egy szentesti istentisztelet, de mégsem istentisztelet, inkább gyerekműsor, találkozás. És szoktak vendégek is jönni, odaadjuk, mint közösségi teret olykor. Persze nem akármilyen céllal, de mégis túlnő magát. Mi állandóan ezen gondolkodunk, hogy lehetne most ezt az ajtót nem csak a szó szoros nyilván lelki értelmű megnyitni.
Én a bevallom őszintén, lehet, hogy csúnyán hangzik, de abban nem hiszek, hogy most az ajtó, vagy a tér megnyitása, vagy rendelkezésre bocsátása magához, az Istenhez hozna közelebb. De azt hiszem, mégis jelértékű az, hogyha egy közösség maga nyitott, és nyitottá teszi a maga helyeit. Valamit akkor talán sikerül az Isten hívásából megmutatni. Az oltárképünk is ugye egy olyan képet ábrázol, ahol a tolnai, mindenféle fiatalok, idősek, gyerekek jönnek a tolnai dombok előtt Jézushoz. Tehát a mi oltárképünk mottója, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, hát csak itt tud élővé lenni, ha valóban nyitunk szó szerint, meg lelkileg is. Képekkel, szimbólumokkal, a mai kifejezésekkel, valahogy a mai, az örök kérdések mai fordítását megtalálva tudjunk nyitni, meg hívogatni embereket, igen. Ez az állandó feladat. Nekem régi vágyom volt az, hogy olyan önállóan működő csoportok mozogjanak egy közösségen belül, akik között mondjuk én, mint lelkész, egy fontos feladatot ellátó, de úgymond egy fogaskerék vagyok. Kis képzavarral élve. És az utóbbi időszakban ez megvalósult. Eddig is voltak ennek alapja, hagyománya, a korábbi vezetők is erre törekedtek. Az én időmben, az utóbbi 17 évben legalábbis, azt hiszem az utóbbi másfél év mozgása az egy ilyen különleges, hogy ezt látom a gyülekezetben, és ezért én nagyon hálás vagyok. Tehát ez már egy ilyen valóra vált kívánság. Egy másik valóra vált kívánságom, vágyam, és formálódó énekkar, hogy egy kicsit a ének kultúrában hogy megerősödjünk. Az egyik kántorunk a kettő közül, Bodó Ágnes, ő nagy lelkűen vállalta az énekelni vágyóknak így a tanítását, tehát formálódóban van egy ilyen rész is. Amit szeretnénk majd elérni az új presbitériummal is, hogy minden itt lévő aktív gyülekezeti tag maga is olyan emberré váljon, aki másokat tud hívogatni, hogy ne csak központi események, ne csak a hivatalos személyek, mint mondjuk én, ne hozzánk kötődjön mondjuk az, hogy misszionál, hanem valahogy úgy áthasson minket ez az ügy, hogy tulajdonképpen minden egyes gyülekezeti, aktív gyülekezeti tag valahogy a megszólalásaival, a vonzó beszélgetéseivel, életével úgy maga mellé tudjon hívni majd még egy ember. Tehát ez a missziónak ez a fajtája, amikor tanítványá teszünk másokat, de úgy, hogy a laikus megy ki és hívogat. Ezt remélem, hogy majd valósulóban lesz. A Hooligans egy magyar pop-rock együttes. A zenekari tagok Zort megjelenésével ellentétben zenéjükben gyakori motivumként szerepel a szerelem, a nők bálványozása, a hedonizmus. A zenekar 20 éves fennállása alatt 15 lemez dobott piacra, melyből 4 többszörös platina lemez lett. A népszerűségük mit sem kopott a 2 évtized alatt, jól mutatja ezt, hogy Pakson szilveszterkor is learatták a babérokat. Fergeteges, szabadtéri, mintegy 2 órás szilveszteri koncertet adott Pakson a Hooligans. A 22 éves zenekar igencsak látba hozta közönségét. Az est folyamán régi nagy slágereiket együtt énekelték velük a rajongók, akik érkeztek a környező településekről, sőt a Duna túloldaláról is. Megtelt Paks központja szilveszteréjjel. Megszoktuk ezt, hogy szilveszterkor azért általában a szabadtéri koncert van, meg így az év végén azért vannak olyan bulik, amikor október van még csak, vagy már, nem tudom melyiket lehet jobban mondani, de attól függetlenül már még csak hideg van, és még mindig szabadtéri a buli,
úgyhogy meg fogjuk oldani. Ettől függetlenül jobban szeretjük a nyári időjárás természetesen, meg az embereknek is az a jobb, mert mi a színpadon azért még valamennyire a lámpák miatt fűtve vagyunk, mert azért csak ugrálunk, de ők egy helybe állnak azért valamilyen szinten, még hogyha mozognak is, vagy csápolnak is, de az a lényeg, hogy nekik viszont lehet muníciót bevenni mellé. Nagyon köszönjük a meghívást, és örülünk, hogy itt lehetünk Pakson, és 2 órás bulit várhatnak tőlünk az emberek. Az új ruhák, bankszámlapán, itt élni miért lesz jó, hamisan szóló, lelkednek hívó szó. Minden marad, szíved a túl, oh, nagyszerű évünk volt, tulajdonképpen szokásosnak mondható nyári nagy turné, végigmentünk az egész országon, illetve határainkon, úgymond kívül is eljutottunk Erdélyben, Felvidékre és Londonban, és voltunk, illetve megyünk jövőre is, és hát tulajdonképpen csomó nagyszerű élmény, nagyszerű csomó jó koncert, közben megjelent egy új lemezünk is, és jövőre viszont meg mindenkit várunk szeretettel, március 16-án a Papp László Sportarénában, a nagy, hát nincs új neve, de nagyszerű Hooligans koncertre. Nagy megméretetés az. Nagy megméretetés, igen. És ott a 2 óra, az 2 óra lesz. Megjelent a lemezünk 2 héttel ezelőtt, Jéghátán a címe, most már 14. Hooligans album, úgyhogy, sőt, most már sem tudjuk, hogy hanyadik néha, amikor be kell mondani a Csipának a koncertről, és gondolkozunk, mert van közben, igen, van közben olyan lemez is, amikor ilyen dupla válogatás lemez van, azokat próbáljuk nem számolni, és az a lényeg, hogy mindenképpen az a csúcs, de hát az embernek azért ettől függetlenül sok csúcs van az életében, hogyha úgy lehet mondani, vagy sok olyan dolog, amire szívesen emlékezik vissza, és azért nekünk a koncertek azok nagyon-nagyon-nagyon fontos mérföldkő, még mindig mindegyik, amit csak meg tudunk csinálni, és amit, ahol csak el tudunk jutni, és amit hát a közönséggel való találkozás az mindig az a legfontosabb, és az élőben való zenélés. Minden munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!